Én leginkább azért szeretem a Frankát, mert nagyon sok új embert megismerhetek. Sokkal jobb közösség jön létre, mint más gimnáziumokban. És nagyon tartalmas és szoros barátságok tudnak kötődni. Közösségként tudunk működni. Az ember egész életét végig kíséri. Sajnálom, hogy nem lehettem frankás gimnazista. Nagyon fontos egy mai fiatal fiúnak azt is megélnie, hogy vannak olyan férfiak a környezetében, akiknek nem céljuk a siker, minél több pénz keresése, hanem vannak egészen más értékek. Szükség van mindig valamilyen vezérfonalra, ami mentén haladnak az életükben, és ebben szerintem itt ők pont a leglabilisabb időszakban kapnak egy nagyon jó megerősítést. Azt hiszem, hogy senki nem tudja magát kivonni az alól a hatás alól, hogyha belép itt a kapun, akkor egy gyönyörű boltíves épületbe kerül, 300 éve egy kolostor ez. Igazából a jelentősége ennek az, hogy valamiképpen a szent közel kerül a gyerekekhöz. És rá kell arra döbbenniük, hogy a hit meg a szentség az nem egy elvonatkoztatott távolálló valami, hanem az úgy kezdődik, hogy reggel fölkelünk mondjuk. Frankának a lényegét, ami lassan 90 éve megvan, azokat valahogy meg kell tartani, mert ezeket tartjuk a legfontosabbnak. Mi tartozik ide? Hát az, hogy fiúk vannak, együtt vannak, az, hogy szerzetesek mellett élnek. Az egyszerűség, a világ felé nyitottság, a másik tisztelete, a természet, a teremtett világ tisztelete, konzervatív nevelési módszerekkel igazi férfiakat nevelnek, hogy lehet valaki valóban keresztény alapokon, majd felnőtt, akár családapa, akár másmilyen hivatást választ magának. De aztán ugye, amiben segítünk, az az élethivatásuknak a megtalálása. Azt is igyekszünk, segítünk kibontakoztatni.